Ezennel kezdetét veszi a sztereó itt az otthon hangján, a mikrofon mögött, velem szembe pedig a stúdióban már itt van Páncél Károly országgyűlési képviselő, és akár ön is jelesül, alkothatja e beszélgetést, hisz ha kérdését felteszi, én azt tolmácsolom. 29 562 562 bátran telefonáljon. Szerbusz, köszöntünk, jó reggelt! Szerbusz, nagy Szeretettel köszöntöm a rádió dabas hallgatóit. Azzal kezdtem, hogy volt-e már pihenés ezek után előtt, vagy én már mondtad, hogy azért sok a dolog egy-egy napra sikerült csak ellogni. gondolom azért belföldön itt Balatonra, stb. É, így van, hosszabb nyaralást nem tudok tervezni. Hál' Istennek újraindult az élet. Ez látszik egyébként az önkormányzatok programjaiban is, az elmaradt átadásokban, az elmaradt városi napok, falunapok, összejövetelek. Újra élednek a közösségek is és hál' Istennek ez azért ad annyi dolgot, hogy hogy ilyen egy-két éjszakára próbálunk meg minden héten elszökni, de dolgozni kell, úgyhogy, és szívesen teszem, most ez egy ilyen nyár. Sikerül, fog, fog figyelem megkövetni egyébként az olimpiát, nyilván az elvén már túl vagyunk, de az olimpiát? Figyelem, nagy, nagy sportrajongó vagyok. Azt nem állíthatom, hogy minden hajnalban föl kellek négy órakor megnézni az úszó döntőket, de a, a délelőtti, délutáni, esti összefoglalókat, ismétléseket azt mindenféleképpen követem kicsit rosszabb így egy igazi sportszeretőnek, mikor már tudod egyébként az internetről az eredményt újra nézni egy vízilabda mérkőzést, de nagyon-nagyon szurkolok a kint lévő magyaroknak, és le a kalappal előttük. Sokan Magyarországon hajlamosak csak aranyérmekben mérni a sikereket, vagy egyáltalán érmekben, és és nincsenek tekintettel arra, hogy micsoda iszonyú erőfeszítés előzi meg magát az olimpiát, hiszen itt kvótát kell szerezni, pontokat kell gyűjteni, EB-ken, világkupa versenyeken, tehát aki már oda eljut, az hatalmas munkát tett le, és örülnünk kell a negyedik, ötödik, hatodik helyezéseknek is, és azoknak is, akik egyáltalán oda kijutottak, mert még egyszer mondom, iszonyú munka van előtte. Meg hát ez a maroknyi kis ország gyakorlatilag abból a pár millió emberből sikerül mégis oda az, a világ legjobbjai közé jutni a sportolóinknak fantasztikus eredménye. Még csak annyit, és aztán persze belevágunk a beszélgetésbe, mely igen szűkre szabott egyébként időben, mert sietsz hogy Kapás Boglárka a reggeli úszását pont élővel láttam, akkoriban akori ébredek, innen is gratulálunk neki, és ne legyen elkeseredve szegény, azért nagyon nehezen fogadta ezt a negyedik helyet. Egyáltalán nem, és ahogy te is mondod, nem csak aranyérembe lehet ezeket mérni. Na de vágjunk is bele, a következő fél óra egy kicsit sűrű lesz, kitartást a kedves hallgatóknak, és ahogy mondtad te is, az önkormányzatoknál beindult az élet, köszönhető ez a Magyar Faru Programnak, illetve a BMS pályázatoknak, pénzeknek, ugye különböző útfelújításokat, járdaépítéseket láthatunk itt a választó körzetetben és térségünkben, vételkörzetünkben. Egy kicsit térjünk ki, hol mi történik éppen. Igen, a Magyar Falu program az egy rendkívül sikeres kezdeményezés, most már harmadik éve fut. A legutóbbi pályázatok, a legutóbbi pályázati eredmények, amik kijöttek, az Inácsot érintette és Makádot. Ugye Inács még ott billeg a határon, még éppen falu és nem nagy község, tehát ott van Már nagy község, a, még az, nem az, város. Az 5000 es határon ott van. Ők egy remek pályázattal 40 millió forintot nyertek el egy belterületi útépítésre és egy kis apró településen makád a Csepessziget legdélibb csücskéből, ők is szintén 40 millió forintot, de ha Magyar Falu programnál vagyunk, akkor itt kijöttek egyéb önkormányzati épületek felújítására, építésére is pályázati eredmények. Ezek elsősorban szolgálti lakások, illetve önkormányzati tulajdonú épületeknek a felújítása, és faluház, mert az előbb említettem Makádot, ott jelenleg nincs polgármesteri hivatal, kényszerűségből beköltöztek az elmúlt években az általános iskolába, de miután az iskola is hál' Istennek felújításra kerül, az ott lévő irodáikat újra tanulókat, helyi gyerekek rendelkezésére kell bocsátani. Nos, ők nyertek el 30 millió forintot faluház építésére, illetve apaj község szolgálati lakásra, áporka önkormányzati épület felújítására. Úgyhogy ez a, a Magyar Falu programban szépen haladunk, és Magyar Falu programhoz kapcsolódnak még nagyobb útfelújítások is, hiszen a Magyar Közút éves szinten 100-150 milliárd forintot kap, Alsóbrendű utaknak a felújítására, szintén ebben a magyar falu programban, ugye a vidéki életminőség javítása érdekében. És egy nagyon jó hír, hogy az idei esztendőben befejeződik az ócs-bugyi összekötő útnak a, a felújítása. Az ócsai körforgalomtól tavaly, akik a környékben laknak, itt élnek, azok láthatták, hogy elkészült ennek az útnak a, a nagyobbik része, most pedig az utolsó 2 km szakasz a bugyi kösségtábláig készül el. Ez mintegy egy közel 500 millió forint ez az utolsó két kilométer a 52 es úton, és van még ilyen felújításunk, az apaj dömsöd összekötő út is végre megkezdődött a felújítása. Ez 506 millió forint jut erre az esztendőre, 6 méterre szélesítik mindenhol ezt az utat, jó patkát kap, gondoskodnak a vízelvezetésről, a forgalomtechnikai eszközök, felezővonal, minden föl lesz festve. Ez egy három kilométeres, jó hosszú szakasz dömsöd felé. Ez ott az első szakasz, ott is jövőre, 2022-ben jön a következő szakasz, egészen dömsödik, és van az 51-es út mellett egy apró kis falunk, Áporka, ahová a bekötő út az 51-estől, az a közúté, és ott is megkezdődött a nagy felületű útjavítás. A felmaráson már túl vannak, úgyhogy ott már várják a, a frissúj aszfalt réteget. Éveken át küzdöttünk ezért, hogy ez megvalósuljon, na most végre bele tudtunk ebbe kezdeni. Az elmúlt felsorolásban Apa és Áporka többször is sóba, szóba került. Szolgálati lakások is épülnek, újulnak meg a két településen. Nyilván itt azt gondolom, hogy figyelembe veszi a kormányzat, és ennek hatására épülnek ezek a lakások, hogy a pedagógus hiány esetlegesen a pedagógusokat megszólítva, állásajánlatot elfogadtatva velük, ez felkínálva lehetséges. Um, igazad van, ezeket a kérelmeket így bírálta el a kormány. Itt most jelen esetben pont nem pedagógusokról van szó, mert például apajon rendőrnek biztosítanak szolgálati lakást, áporkán pedig orvosi szolgálati lakás épül. Ugye egy ilyen kis faluban egy házi orvos látja el az egész települést, az egy kulcskérdés, hogy legyen orvos a faluban. Az előző orvos, aki nyugdíjba vonult, az valamikor még a <coughs> Elnézést a 90-es évek elején megvette a szolgálati lakást, az az ő tulajdona, gyakorlatilag viszi magával, ez így törvényes és rendben van, viszont új orvos csak úgy talál ez a kis falu, hogyha tud biztosítani lakást, úgyhogy már előszerződtek, már kiválasztották, már megvan a személy, reméljük sok évtizeden fog, keresztül fog dolgozni a településen, de hát szolgálti lakást és hozzá rendelőt ugye mindenhol biztosítani kell, erről szólnak ezek a, a pályázatok. Kicsit visszaugranék Inárcsra, csak hogy haza beszéljek. Ugye ott is épül majd egy járda a tűzoltó utcában. A postától, ha egy kicsit a másik irányba indulnánk a fel, akkor ugye az iskolához érkezünk. Fantasztikus és nagy iskola beruházás várható a közeljövőben. Igen, a, a tervek elkészültek, az önkormányzat gyakorlatilag a kormány számára biztosította a területet, hiszen ott a Tolnai Lajos Általános Iskolánál elegendő terület áll rendelkezésre, és a jelenlegi iskola kap egy nyolc tantermes bővítést és mindenféle más ö, kiegészítő funkciókkal ellátott épületet. A tervek készen vannak. A, ez év végén ö, remélem, hogy a, 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 a az állam, a kormány le tudja tenni az alapkövet és addigra kiderül, hogy a kivitelező is ki lesz. Ez egy, ez egy kormányzati beruházás, miután az iskolák fenntartása, működtetése ugye a kormánynál van. Aki inácsi, az tudja, hogy a régi belső területen lévő kisiskolában ott vannak az alsósok, ezzel meg lehet oldani azt, hogy a, az Inácsi iskolások mindegy épületbe, egy korszerű, szép új épületbe fognak járni. Ehhez viszont a, a településnek gondoskodni kell az odavaró biztonságos közlekedésről, és a tűzoltó utcai hiányzó járdaszakasz fog megépülni ebből. Nézem a kis jegyzeteimet, belügyminisztériumi pályázatból Inárcsra 13,7 millióra pályáztak, meg is kapták, úgyhogy indulni fog évvégén a, az iskola, a járda pedig el fog készülni még az össze. A iskola kivitelezése, építése kapcsán egyébként korlátozások lesznek a most még új iskolaként emlegetett iskola épületében a munka folyamata az hogy befolyásolja majd az iskolásokat? A tudomásom szerint inárcson nem. Nyilvánvaló, hogy azért óvatosságra szükség lesz, mert az udvar egy része munkaterület lesz, de inárcson az iskola zöggenőmentes működése mellett megvalósulhat ez a bővítés. Egyébként délegyházán meg például nem, ott is ugyanúgy nyolc tanterem bővítés lesz, de ott annyira érinti a felújítás bővítés a régi meglévő épületet, hogy ott gyakorlatilag ki fog költözni az iskola az építkezés idejére, nem csekély költséggel egy konténer iskola fog épülni a sportpályán erre a, 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 az időre, és a harmadik nagy iskola fejlesztésünk az pedig Dunaharaszti, ami egy 24 tantermes vadonatúj iskola. Ezeknek a, 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 az épi, konkrét építkezéseknek az indulását várjuk most a késő összel az év vége. Áporka kapcsán a bekötő út felújítását már említetted, ha jól emlékszem, de ott az óvodai játszóudvar is megújul. Igen, szeptemberre tervezik a településen az átadását. Egy előző pályázatból felújították az óvodai tornaszobát, az idén pedig a már sokat emlegetett magyar falu programból nyertek el 5 millió forintot az óvoda játszóudvarának a fejlesztésére, új játékokra, hogy megszépüljön ott az óvoda udvar. Még egyszer tudom hangsúlyozni, az egyik legremekebb ötlet volt egyébként a kormány részéről ez a magyar falu program. Hogy, hogy, a magyar falu, a magyar vidék meg tudja tartani a lakosságot, ehhez nyújtson olyan szolgáltatás, nyújtson olyan kényelmi szolgáltatásokat, amivel ott lehet tartani fiatalokat, és ebben óvodától a templomok felújításáig renge, vagy szolgálti lakás, utak, járdák, rengeteg minden belefért. Nem nagy összegű pályázatok ezek, sok esetben 5, 10, 20 millió forint, de egy ekkora településen ezek rendkívül sokat jelentenek, és látványosak is. Másrészt meg ugye a közérzete az emberek, hogy valami történik abban a kis településben, Ugyan. a környezetében, és szépül épül valami, az már a közérzetében nagyon sokat jelent. házán, mint ahogy beszéltünk, én nem tudtam, hogy ott volt korábban strand, de most úgy néz ki, hogy nagyon szeretnék, hogyha újra működőképes strand üzemelne a településen. házának van egy nagyon vonzó Dunapartja, Uh, ahol hát 30-40 évvel ezelőtt óriási élet volt. Uh, nekem is csak úgy mesélik a helybeliek, vagy az idősebbek. Ugye gondoljunk csak bele, akkor még azért a Balatonra eljutni is nehezebb volt, mint ma, nem, nem keltek útra magyar családok minden nyáron Horvátországba, vagy a török, vagy a spanyol tengerpartra, hanem elsősorban a, a lakókörnyezetükben próbáltak megpihenni, üdülni, jól érezni magukat. Ugye ott Lacházán régen is volt egy strand, körülötte sportpálya, játszótér, remekül működő vendéglő, sok büfé, na most ezek egyébként mára megszűntek. Csodálatos vízpart, csodálatos környezet, és várunk a következő uniós pályázatokból is olyan lehetőséget, amit turisztikára lehet fordítani, és polgármester úrral azt beszéltük, hogy, hogy terveztessék meg, ez a strand legyen újra egy szabad strand, ehhez nyilvánvalót kell alakítani a partszakaszon, vízügyi engedélyeket beszerezni, bójákat kihelyezni, a fövenyt, a partot rendezni, hogy ez a szabad strand jövőre újra nyithasson. Már elindult a dolog, hiszen ott egyébként egy játszóteret most újított fel és épített fel az önkormányzat. Nyertek pályázaton sportterület felújítására van egy régi töredezett gyökerekkel fel puposodott régi aszfalt pálya, most ezt fogják rendezni, és egy nagyon korszerű és szép műanyag borítást fog kapni. Lehet rajta majd kézilabdázni, futbalozni, streetball palánkokat szerelnek fel, tehát most játszótér, sportpálya, strand, ha rendben lesz, akkor egy következő nagyobb falatot, egy csónakház, egy vizit turista kikötő pont, ahol, ahol, érdemes megállni, ahol egyáltalán fizikailag ki lehet kötni, legyen egy stég, legyen egy szálláshely, legyenek büfék, mosdók, erre készülünk ott lacázán, és sok más kis Dunamenti menti településen, legyen az Dunaharaszti taksony, dömsöd, vagy, vagy ráckeve. Fontosnak tartom, hogy legyenek valóban olyan helyek a Dunán, ahová érdemes akár oda kerékpározni, oda sétálni, vagy a vízen érkezve kikötni, és ott megfelelő szolgáltatásokat kapjanak a, a, az emberek. Ha már háza és a sportot is említetted, muszáj megjegyeznem, mert szerintem lassan aranyba öntik, de szoborba biztosan Vaskata Blanka nevét és alakját, hiszen negyedik lett ö, bicikliben, terepbiciklizésben az egyik legjobb, vagy a legjobb magyar biciklis eredménye ez az olimpián. Hát nyilván nem ott gyakorolta ezt a sportot, hiszen azért kevésé vannak ott hegyek, de gratulálunk nekik innen is, gondolom, hogy most nagyon büszkék rá. Én magam is nagyon örültem neki, az olimpiát megelőzően hallottam a helyiektől, ugye azért a terepkerékpározást nem követi az ember úgy mindig pláne hogyha futball EB van Magyarország részvételével, de a helyiektől tudtam, hogy van egy olimpikon versenyzőjük. Igen, vélhetően a, fiatal sportoló hölgy nem a környéken gyakorol, hiszen ott a hajdani dunai árvizek miatt, mint az asztallap olyan simaságú a, a táj, én szeretek ott kerékpározni éppen ezért. Uh, hihetetlen volt látni egyébként a, a TV közvetítésekben ezt a írgalmatlanul nehéz hegyi sziklás terepet, amin küzdöttek a versenyzők, és már az maga egy nagy eredmény, hogy ez a 19 éves sportoló lány kijutott az olimpiára, hogy kvalifikációs pontokban annyit tudtak összegyűjteni, hogy ő részt vett, és igazi nagy pozitív meglepetés ez a, ez a negyedik hely, innen is gratulálunk neki. Én személyesen őt nem ismerem, volt már olimpikon olyan, aki a tanítványom volt, hiszen régen én általános iskolában dolgoztam, tanítottam földrajzott történetekre, eddig a legbüszkébb Bácsi Péterre voltam, aki, aki kétszer volt olimpián, sajnos sérülések miatt ő csak pontszerző tudott lenni, érmes nem, de kétszeres Európa-bajnok, kétszeres világbajnok és az ő sportpályafutásának a csúcsa az volt, amikor egy budapesti nem olyan régen megrendezett világbajnokságon, itthon magyar nézők előtt, előtt aranyérmes lett, úgyhogy Bácsi Peti volt eddig a nagy kedvenc, és most mellé föliratkozott az ifjú kerékpáros hölgy. A, a Blankának még egyszer gratulálunk igazán méltó módon említjük ő az ő neve kapcsán Kiskunlacházát. Beszéljünk egy kicsit, ha már Kiskunlacház a bányatavakról. Most a, a híradókban, televíziós adásokban lehet hallani, hogy újra bányatavakat nyitnának meg a településen, és ez egy kicsit felmordulást okoz egyelőre. Így van. <kül> hát nem bányatavakat akarnak nyitni, hanem kavicsot kitel. Menni, aminek egy kvázi mellékterméke, hogy aztán ott egy tó lesz, bár a, a legfrissebb szabályzások szerint ezeket rekultiválni kell, tehát meddőanyaggal, örölt betonnal, eh, hangsúlyozom, nem szeméttel eh, vissza kell és, és lehet tölteni, majd a felszínére eh, termőtalaj tenni és eh, visszaadni így a természetnek. No, visszatérve, ugye hál' Istennek a gazdaság pörög. Nagy beruházások, nagy építkezések vannak, és ebben benne vannak a családi ház építkezések, a, a, a lakások építése és azok a nagy beruházások, amelyek autópályák, hidak építése és bizony kavics kell. Én nem szeretem a kavicsbányákat, társebeket okoznak, a por van, nagy kamionok járják az útjainkat, nehezítve a közlekedés, de tudomásul kell vennünk, hogy amíg Komlón meg Dorogon szénbánya volt vagy van, itt meg kavics van a, a talajban, és a magyar építőiparnak erre szüksége van. Én azt szeretném, ha mindenhol egyébként a törvények maximális betartásával kapnának ezek engedélyt az ott élőknek a legkevésbé zavarásával. Itt most valóban döntött a kormány új bányaterületekről, amit én tudok erről, nincsenek ki semmizett gazdák, korrekt megállapodások történtek, elsősorban olyan területet vásároltak fel, amit már 8-10 éve osztrák cég megvásárolt bányaterületnek, de kitermelést nem folytatott rajta, és nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy a kormány az elmúlt hetekben éppen ezen a területen igyekezett rendet vágni. Egyrészt megtiltotta és korlátozza a kivitelt. Eddig az történt, hogy osztrák és német tulajdonosú cégek itt termelték ki, és vitték ki Ausztriába, Németországba a kavicsot, sok esetben ilyen burkolatgyártáshoz, tehát az építőipar sokféleképpen használja ezt fel, nem csak betonnak, de Ausztriába, innen vitték ki Magyarországról, egy rablógazdálkodást folytattak, a olyan rendeleteket hozott a kormány, most egyelőre beépítették az EKR rendszerbe, tehát muszáj mindenhol rögzíteni, hogy hova indulnak a fuvarok, majd októbertől, miután ez átfut Brüsszelen, meg akarja tiltani a a kivitelét teljes egészében, tehát a magyar ásványkincs vagyon maradjon itt Magyarországon, ugyanakkor bevezetett egy hatósági árat a kormány, az már érvényes két hete, tehát a kormány igyekszik ebben fékezni, Magyarországon tartani ezt az értékes nyersanyagot, a magyar családok, a magyar beruházások számára, és ugyanakkor pedig az nagyon fontos, hogy, hogy úgy úgy végezzék a munkájukat, ahogy azt a jogszabályok beszabályozzák. Nyilván ez a fajta szabályozás, amiről most beszéltünk előbb-utóbb, hát nyilván némi késéssel, de az építőiparanyagok elszabadulását is talán kicsit mérséklik. Így van, a, a különösen egyébként a fa, de legyen ez a beton termékek is, vagy a, az épület, épület acélárak, ott gyakorlatilag a nyár elejére az alakult ki, hogy napi árak voltak már csak, tehát uh, már nem tudott árajánlatot adni hónapokra senki. Uh, no, ezeket az elszabaduló árakat kell rendszabályozni, és erre vonatkozik egyébként ez a kavics termelés is. Érkezett egy hallgatói kérés, kérdés. Nyilván beszélgettünk róla, talán a hallgatónk figyelmét Elkerülted, de akkor most ismételten ide az asztalra a beszélgetésünkbe hozom. A Lajos Mizsai vasútvonal fejlesztése, mikor láthatunk belőle valamit? Tehát erről volt már szó, de akkor elevenítsük fel, hogy hol állnak éppen a Kecskemét, Budapest, Kecskemét, Lajos, Buda Budapest, Lajos, -Mizse Kecskemét vasútvonal fejlesztése. Igen, szuper a kérdés, nagyon szépen köszönöm a hallgatónak. Az én fejemben is itt volt ma reggel, hogy erről beszéljünk. Tudnélik, a jövő héten fogják aláírni a szerződést, a, a tervezésre. Üm, ugye előző adásokban beszéltünk erről, ennek a fő vezénylője és lebonyolítója a BFK Budapest Fejlesztési Központ, még akkor is, hogyha itt egy Máv vonalról van szó. Több fórumon beszéltünk, egyeztettünk erről. Az eldölt ezeken a fórumokon, és köszönjük szépen egyébként a Mávnak, meg a Budapest Fejlesztési Központnak, hogy figyelembe vették a kérésünket, és nem Budapest-Lajos Mizse lesz ez a vonal, hanem Kecskemét, és a jövő héten Kecskeméten fogják aláírni az lebonyolították a közbeszerzést, tehát egy nagy fordulóponton már túl vagyunk, úgyhogy megvan, hogy ki fogja tervezni. Az még egy érdekesség egyébként, ugyan, a szakmabeliektől hallottam, hogy egy ilyen tervezésnél a legelső a menetrend, és az eldölt. Mégpedig azok a dolgok, hogy például Dabasról, mondjuk Budapest irányába fél óránként indulnia kell vonatnak ócsa magasságától csúcsidőben 15 percenként. És eldőlt az is, hogy akkor nem Lajos Mizsén van a másik vége, nem Kecskeméten, tehát fél óránként Dabasról vagy Kecskemét felé, vagy Budapest felé gyors korszerű vasutak fognak indulni, és az egész tervezést ehhez a menetrendhez kell igazítani, hogy hol legyen dupla vágány, hogy legyen Budapesten a, a külön színbeli átkötések, hogy legyen bekötve Kecskemét, úgyhogy a Dolog elindult. Volt városvezetőként, szerintem Gyál azért mindig a szívet csücske marad. Kérdezném, hogy Pápai Mihály felvált, elmondta, hogy a végletekig elmegy, hogyha ott nem teszik olyan módon ezt a beruházást élhetővé, vagy a beruházás okán élhetővé a várost, ameddig csak lehet, mondta a falig. Mi a helyzet az ő, általa, ő általuk felvetett dolgokkal? Mondta, hogy nyilván túl költséges, Vitézi Dáviddal is beszéltünk, hogy az merőben megváltoztatná az egész beruházás költségeit, költségvetését. Lett egy kompromisszumos megoldás? Igen, polgármester úrnak mondhatom, így Mihály barátomnak nagyszabású tervezés. Egyébként van logikája a dolognak, hiszen gyár közepén megy át a vasút, ott mindenféleképpen dupla vágány lesz. Ott mindenféleképpen csúcsidőben, negyedóránként el fog haladni egy vonat. Ez némi korlátozza majd a színbeli kereszteződéseken való átkerést. Ezért volt polgármester úrnak az az ötlete, hogy gyálom belül vigyék le a kérekbe a vasútvonalat. Én is ott tartok, hogy ezt fontolgatják, de az első számú válasz az mindig az erre, hogy ez oly mértékben emeli a költségeket, hogy nem valószínű. Azért még lehet küzdeni, hogy ahol a terepviszonok engedik, legalább a településen belül ott van legalább négy vasúti átkelő hely, hogy valahol egy, 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 egy helyen egy, egy külön szintbeli átkelési lehetőség legyen, a többi helyen pedig pedig az várható, hogy bizony, ha az ember elkapja a sorompót, akkor lehet, hogy 3-4 percig ott várakozni kell. Én magam egyébként azt mondom, hogy ha tízezrek jutnak olyan lehetőséghez hogy 20-25 perccel rövidebb idő alatt korszerű, kényelmes körülmények között, légkondival, wifi-vel ellátva a vasúton, korszerű utas tájékoztatása, el lehet jutni a belvárosba meg vissza, én hajlandó vagyok ülni 3-4 percet az autóba egy piros lámpánál beszélgetésünket pedig az egészségügyel zárnám. Itt is a Délpesti Jan Ferenc kórház, ugye új diagnosztikai központja lesz a kórháznak, illetve jelenleg is szépítik, renoválják az épületet. A Délpesti kórház azért fontos számunkra, mert a körzet lakosságának jelentős része ugye oda tartozik. Az épülettel vannak ott bajok, Éppen ezért ez az épület is, ez a Ján Ferenc Kórház utcai központi épület szerepel a, a Egészséges Budapest programban. Ott két nagy terv van, egy, egy kicsi része már megvalósult, mert a sürgősségi részleget felújították, de a tervbe van véve egy teljesen új sürgősségi és traumatológiai szárnynak, sebészeti szárnynak az építése. Ez nem a jelenlegi épületnek a felújítása, hanem egy teljesen új szárny, és ehhez kapcsolódik egyébként a napoknak a híre, hogy ez a diagnosztikai új épület szárny, ennek elkezdik az építését, ez jövőre elkészül. Ezen túlmenően egyébként mindig vannak fejlesztések a Délpestibe, hiszen egy három héttel, egy hónappal ezelőtt adták át az urológiai osztály felújított részlegeit, Úgyhogy én remélem, hogy, hogy mire ebben az egészséges Budapest programban a végére érünk, amiben persze új centrumkórházak is szerepelnek, például a Budai régióban, hogy a mi Délpestink is ö, megújult ott hely van egyébként, lehet építkezni, egy megújult és a, a térséget kiszolgáló ö, szép épület lesz. Reméljük sok-sok kiváló orvossal képviselő nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Várunk téged a közelebbi szeretettel. Páncél Károly, országgyűlési képviselő volt a vendégünk. Szép napot. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.